Amikor régiós szinten történik valami, mi valahol mindig a sor végén szoktunk kullogni, ezért külön öröm számomra, és köszönöm a szervezőknek, hogy elfogadták jelentkezésünket és felkérésünket arra vonatkozóan, hogy itt Szekszárdon kerüljön sor erre az eseményre és magára a díjátadóra. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a Világos Magyarországért regionális díjátadó ünnepségét Ács Dezső polgármester. A Világos Magyarország környezetszépítő verseny célja a hazai kert kultúra felkarolása, támogatása és nem utolsó sorban bemutatása és népszerűsítése. Az 1994 óta működő országosan ismert mozgalom részeként évente megközelítőleg 300 település nevez be a hazai megmérettetésre. Az eddigi gyakorlattól eltérően ettől az évtől a szervezőbizottság regionális díjátadókat is szervez. Olyanokhoz is eljutott a Világos Magyarország üzenete, akikhez eddig nem sikerült eljutnunk. Ez az új kezdeményezés, hogy idén területi fesztiválok és rendezvények keretében van a díjátadó, így olyan emberek is részt vesznek a díjátadókon, akik eddig nem jutottak el. Így sokkal több emberhez jut el a környezetszépítés és az élhető települések üzenete. Idén 333 település jelentkezett. Ez azt jelenti, hogy a magyarországi településeknek majdnem 10%-a részt vett ebben a versenyben, ami nagyon jó aránynak mondható. Azért gondoltuk, hogy idén egy nagy regionális díjátadó helyett 6 területi és egy országos díjátadót szervezünk, hogy azok a településeink, általában a kisebb települések, akiknek kisebb erőforrásuk van környezetszépítésre, ők is hírnevet szerezzenek maguknak a saját régiójukban, minél többen megismerjék, hogy kik azok, akik erre nagy igényességgel készülnek erre a versenyre, és így több emberhez jut el regionálisan az üzenet, hogy az adott kisfalu ebben a versenyben akár 20-25 éve részt vesz és eredményesen szerepel. A városban folyó zöld program a szőlőművelés és a város virágossá tételének elismeréseként kapott Szekszárdváros külön díjat az eseményen. Szekszárd az elmúlt években kiemelkedően szerepelt a Világos Magyarország kezdeményezésében, többször kapott már elismerést az elvégzett munkáért. Nagyon örülök neki, hogy most a régióban tulajdonképpen ebből a szempontból a Szekszárdra irányul a figyelem. A legkisebb megyeszékkel vagyunk a három közül, de úgy gondolom, hogy megérdemeltük azt, hogy végre egy jelenetre jön hozzánk Szekszárdra is. Néhány évvel ezelőtt tulajdonképpen, hogy a Szépítsük Együtt Szekszárd programot, azt mi kezdeményeztük és a város indította el. Most ezt szeretnénk egyébként újraéleszteni. És ez elsősorban a lakosság részvételével, cégek részvételével zajló közösségépítő program volt, de ennek egyfajta előzményének a Világos Magyarországnak így is felfoghattuk, és tulajdonképpen ezzel vezettük fel a várost. A Világos Magyarországnál ugye az a lényeg, hogy az adott település mennyiben szépíti a környezetet. Amikor élhető városról beszélünk, nagyon fontos az, ami sok elemből tevődik össze, hogy érzik az emberek ott magukat. Ennek az, hogy virágosak a köztereink, szépek a köztereink, mindenféleképpen egy fontos alkotóeleme lehet. Az önkormányzatnak, a városnak példát kell mutatni, és biztos vagyok benne, hogy a közterek szépek, és mondjuk megfelelő világágyásokkal veszük körül magunkat, és megfelelő világokkal veszük körül magunkat, és szép látványt nyújtanak, akkor a magánemberek otthon a saját házuk környékén is igényesek lesznek arra, hogy hasonló környezetet tudjanak teremteni. És tulajdonképpen ennek az akciónak, amely 26. alkalommal került megszervezésre 2019-ben, ez az egyik fő célja és fő üzenete. Szekszárd a zöld város program keretében tovább kívánja majd növelni a belvárosi zöld terek és parkok számát. Valóban kettő problémát kell megoldani. Én mindenféleképpen zöldpárti vagyok, és szeretem a fűfelületet, meg szeretem a zöldet, meg szeretem a fákat is. Tehát a városközpontnak az átalakítása kifejezetten a lakosság igényeivel egybe csengően egyébként úgy fog megtörténni, hogy a zöld felületek arányát tudjuk növelni. Ezt meg tudjuk oldani, hiszen a Luther tér, vagy éppen a 160-as és mozi közötti rész az egy beton dzsungel, semmi értelme nincsen, nyáron süti a nap és iszonyatosan meleg, elviselhetetlen, télen meg nagyon hideg, ezt szeretnénk megszüntetni, hogy parkot építeni. Viszont ezzel, hogy növeltük a zöld felületet, eleget tudunk tenni annak a szintén a szekszárdiak által megfogalmazott kérdésnek, hogy növeljük a parkolóhelyek számát is, és itt a belvárosban mindenféleképpen több száz parkolóhelyet szeretnénk a következő években megnöveli a befogadó képességet, hiszen a gépjárműállam olyan dinamikusan nő, amit nagyon nehéz lekövetni. Ezt próbáltuk, hiszen az elmúlt évben 200 parkolóhelyet építettük, új parkolóhelyet, most ezt majd újabb 200-300-an meg fogjuk növelni a következő három esztendőben. A díjazott települések az európai versenyen eddig 9 arany, 25 ezüst és 10 bronzérmet szereztek. További 10-et pedig Európa díjjal jutalmaztak.